Sziasztok, itt vagyunk a Papp László sporttal, én álmban hittem mellette Lász Dénes, aki már este harcolni fog. Tiszteletem, szia, hogy érzed magad? Sziasztok, köszönöm szépen, most úgy végre kezd rendeződni, ez most már meccs hangulatom lenni, úgyhogy hamarosan kezdünk ráhangolni. Van pár óra, egy kis melegítés hamarosan következik? Hát lassan igen, nyújtunk, utána melegítünk, mert nagyon hamar lesz a mérkőzésünk, ugyanis ez a magyar-horvát találkozó, ez a gála elejében kapott helyet, úgyhogy szerintem 7 órára mi már letusolva nézzük a további mérkőzéseket. Értem, ez a 2011-es év eddig nagyon jól alakul, békésebb a kétszer, ha jól tudom, nagyon. Igen, ide két meccsből kettőt sikerült abszolválni, sikeresen. Hát az, hogy alakul tovább, most meglátjuk. Igen, 2009-ben visszavonultál, de úgy látszik, hogy a visszatérésed óta nagyon szép sikerek vannak. Nem várhatjuk, hogy újra megteszed ezt a lépést a közeljövőben? Hát nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát ez, hogy most ez a visszavonulás, meg újra kunyózás, nagyon sok tényezője van. Ebben most nagyon nem is akarnék belemenni, mert az hosszadalmas lenne, meg akkor nagyon sok szálon kellene, hogy fusson itt a kis eszmefutatás, hogy belekavarodnék szerintem. Hát ez most így hozta a sors. Most, ha meg már egyszer tényleg rábólintottam és bunyózok és jövök, akkor megpróbálom a legjobbat nyújtani. Idáig ebbe az évben sikerült. Szerencsére Kecelen is sikerült. Tényleg jó meccset játszani, a közönségnek is tetszett, azt mondták. Legalábbis. Lehet, hogy csak előttem, hátam mögött, szerintem, de bízom benne, hogy tetszett az embereknek. Látványos mérkőzés volt. A második mérkőzésen Békés Csabán hazai közönség előtt azt meg számomra is váratlanul jól sikerült. Most ha sikerülne akármelyik verziót most is produkálom, akkor azt mondanám, hogy hát tényleg akkor megérte talán, ha még van valami keresni való itt a sportok világában. Más jelenférről? Van ismeret videó esetleg? Vagy egy videót láttam róla, még 2009-ből, tehát abból nagy konzekvenciát nem lehet levonni, hogy most milyen. Viszont eredményes, azt hiszem, hogy Európa-bajnoki ezüstérmes a Vakó amatőr szervezetnél, még ha a brosúrában nem is látod, mert csak Európa Kupa van, de én utána néztem így a neten a Vakó hivatalos honlapján, és ott azt hiszem, hogy ezüstérmes volt 2010-ben, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz nem lehet. Most, hogy lókikben vagy káj szabályrendszerben, azt nem tudom, de egyébként is a horvát versenyzőkre jellemző, hogy jó technikai felkészültséggel van, illetve így genetikára is látszik, hogy tipikusan délszláv, magas, csontos, szokásos. Még ha az arca, mondhatnám, hogy ilyen baba arcú is, de ez a legrosszabb típusú versenyző, akiből semmit nem nézel ki, és tiszt meg egy mosolygós gyilkos. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánok! Én köszönöm, sziasztok!